Üdvözöllek! Bár millióféle takarító, meg karbantartó, meg optimalizáló, meg egyéb ilyen jellegű program elérhető Windowshoz, azonban igazából a Windows az önmagában ad ilyen eszközöket, csak tudni kell, hogy ezeket hol érjük el, meg hát persze, hogy hogyan kell őket használni. Az egyik ilyen eléggé alapvető dolog a lemez karbantartó. Hogyha start menübe begépeljük azt, hogy lemez, ugye a Windows 8 esetén nincsen start menü, de lehet pótolni, akkor itt van, hogy lemez karbantartó. Ez Windows 7 esetén szintén megjelenik, hogyha itt elkezdjük begépelni, meg Windows 10 esetén is. Hát ezt, ha elindítjuk, lemez karbantartó, akkor látható rögtön el is indult itt nekem, de itt alap esetben ki lehetne választani, hogyha van egyéb más partíció, tehát C, D, E, akármi, akkor ezt ki lehetne választani, de esetemben csak ugye C van, ezért nekem rögtön el is indult. De ez a lényegen nem fog változtatni semmit. Látható, hogy miket talált, amiket ő törölni tudna. Itt néhány dolog alapból be is van jelölve, és itt van a visszanyerhető lemezterület, 4,49 MB. De itt a többit is ki lehet egyébként választani, felhasználónként sorban álló Windows hiba jelentési fájlok. Mondjuk ez nem túlságosan sok, illetve úgy általában nekem nem túl sok szemét van itt. Mondjuk itt a rendszerhiba memória kép fájlok, ez esetemben eltávolítható, meg úgy általában más esetében is eltávolítható, akkor talán nem érdemes eltávolítani, hogyha valamilyen problémát tapasztalt a számítógépeddel, de hogyha nem, akkor egyébként igazából ez mehet a kukába. Ideiglenes fájlok szintén törölhetőek a legtöbb esetben, ez nem szokott gondot okozni. Telepítési napló fájlok általában szintén nem szükséges lomtár. Hát igen, az is üríthető, de azért az kellő megfontolás után, mert hát esetleg még szükség van rá valamire, ami a lomtárban van, meg tulajdonképpen ez a kettő is legtöbb esetben törölhető. Ha készen vagyunk, mindent bejelölgetünk, látható visszanyerhető lemezterület, oké. Okay. Igen, fájlok törlése. Itt azért egy kis idő eltelhet, vagy akár sokkal több idő, míg ezzel végez. És mint látható, végzett is el is tűnt. Na most ennek van még egy másik működési módja, nekem itt most meg is jelent már, lemez karbantartó. Látható, van ilyen, hogy rendszerfájlok törlése, kattintsunk erre rá. Itt szintén megint elvégző számítást, és akkor végzett, sikerült neki kideríteni, hogy mennyi felszabadítható hely van. És látható, hogy valóban más dolgokkal is találkozunk, mint az előbb. Egyébként, hogyha valamikre kattintunk, akkor látható, hogy kiírja, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó. És ennek a függvényében meghozhatjuk a döntést, hogy törölni szeretnénk, vagy nem. Hát most itt a Windows Update meg se jelent egyébként valamiért. Mert ugye az is létrehoz egy csomó fájt, amire aztán később már nem igen van neki szüksége. Ugyanakkor a helyet azt azért tudja foglalni a számítógépünkön, azt lehet töröltetni. A leírtak figyelembe vételével természetesen. Hát itt is ki kell választani akkor, hogy mi az, amit szeretnénk törölni, és mi az, amit megtartanánk. Most kilöltem mindent, és akkor oké. Okay. Fájlok törlése. Amikor végez, akkor egyszerűen eltűnik. Ezt célszerű megcsinálni úgy havonta egyszer, és akkor így a felesleges szemetet azt el tudjuk takarítani, nem foglalja a számítógépünkön a helyet. Ez különösen ugye főleg SSD-k esetén érdekes, mert általában azokból azért nem szokás ilyen nagyon nagyokat venni, tehát ilyen 120 meg 250 GB-os, ami úgy jellemző, és ott azért számít 10-20 GB is, ami azért össze tud gyűlni. Viszont így könnyen ki tudjuk takarítani a gépünket egy megbízható a Windows által adott eszközzel.